Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Mai sajtótájékoztatónkat azzal kezdem, szeretnék utalni a múlt heti sajtótájékoztatómra, amikor is arról beszéltem, hogy a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt. Ezt közvéleménykutatási adatokkal is alátámasztottam. A közvéleménykutatások terén most újabb adatok jelentek meg az elmúlt héten, amik megerősítették azt, hogy a Jobbik országosan is és ebben a választókerületben is a legerősebb ellenzéki párt, és esélye van a kormányváltásra és a kormányzásra. Ezt alátámasztottam azzal is, hogy a Jobbik a legegységesebb ellenzéki párt, egy egysége van, 106 választókerületben van 106 jelöltje, és van egy kiforrott kormányprogramunk is, amelyet a múlt héten is már bemutattam. Ez a kormányprogram 67 oldalon könyvformájában is olvasható, és az interneten is fellelhető. Jövő héten a választókerület lakóinak postaládájába fog érkezni a Józan Észre című újságomnak a második száma, ebben is találhatnak a programjainkról rövid kivonatokat. Tehát most a programra szeretnék rátérni. Múlt héten beszéltük, hogy mit tenne a Jobbik kormányra kerülése esetén az egészségügy, a közlekedés és a minőségi munkahelyek területén. Most a fiatalokra és a nyugdíjasokra szeretnék kitérni. A fiataloknak a itthon tartása, ne hagyják el az országot, ez nagyon fontos dolog. A fiataloknak a szükséglete az, hogy tovább tudjanak tanulni, az, hogy lakhatásuk legyen, hogy családot tudjanak alapítani, és hát a jó keresetük legyen, és akkor ezek megvannak, akkor jut idő a kikapcsolódásra és a szórakozásra is. A Jobbik komolyan gondolja a felsőoktatási tanulmányoknak a támogatását, tehát kívánjuk növelni a felsőoktatási, az államilag finanszírozott felsőoktatási intézményekben a férőhelyeknek a számát, ugyanott a kollégiumoknak a számát is, és a kollégiumban a lakhatásnak a minőségének a javítását is tervbe vettük. Az ösztöndíjrendszer a felsőoktatási intézményekben 10 éve nem változott, ezt át kell dolgozni, aki jobban tanul, eredményesebben, annak legyen ösztöndíja. A lakhatással kapcsolatban a Jobbiknak már évek óta elhangoztatott terve az állami bérlakás építési program, és szeretnénk a fiatalokat, a fiatal vállalkozásokat támogatni. Én magam személy szerint például az informatikai startup cégeknek a támogatásában nagy lehetőséget látok. Van még egy program, amit a fiataloknak nagyon örülhetnek, a jogosítvány megszerzését azt ingyenessé kívánjuk tenni. Azt gondolom, hogy az állami finanszírozásban a gyermekek, fiatalok megtanulnak írni, olvasni, számolni, nyelveket tanulhatnak, az autóvezetés is egy ilyen alapkészség, amit meg kell tanulni egy modern társadalomban. A nyugdíjasok akkor örülni fognak, hogyha a fiatalok is jó járnak, hiszen hogyha a fiatalok, a gyerekek, unokák itt vannak az országban, akkor az a nyugdíjasoknak is jó, de gondolni kell arra is, hogy a nyugdíjasok az elmúlt évtizedekben ugye ők keményen dolgoztak és adóztak a társadalom számára, megérdemlik azt, hogy nyugodt, békés és egészségben jól éljenek. A nyugdíjasok számára a nyugdíjat szegmentálisan kívánjuk emelni, ez azt jelenti, hogy a kicsi és a közepes nyugdíjakat sokkal nagyobb mértékben emelnénk, még azokat a luxus nyugdíjakat, amik másfél-két millió forintot is kitesznek, és most is Magyarországon ma léteznek, azokat megszüntetjük, tehát lesz egy nyugdíjplafon. A 40 plusz férfiak részére régi jobbikos program, amiért nagyon sokat küzdöttünk, ez eddig is kormányon meg fogjuk valósítani, ez azt jelenti, hogy ha a férfiak 40 év munkaviszony után szintén el tudnak menni nyugdíjba. Ugye a férfiaknak a várható átlagos életkora az sokkal rövidebb, mint a hölgyeké, tehát ők is megérdemlik azt, hogy nyugodt nyugdíjas életet éljenek. A költségcsökkentés is nagyon számít a nyugdíjasoknak. Van egy úgynevezett nyugdíjas kosár, amit leginkább a nyugdíjasok szoktak vásárolni. Ezeknek az áfáját szeretnénk csökkenteni, ilyenek bizonyos alapvető élelmiszerek, és természetesen a tartós betegségben használt gyógyszereknek a támogatását is, állami támogatását is szeretnénk növelni. A nyugdíjasnak a hatékonyabb átétele, a nyugdíjasok idősek. Nyugdíjasoknál nem csak az anyagi támogatás számít, hanem az egészség is.
és az egészségügyi ellátásnak, az életminőségének a javítása az szintén fontos, talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.